Vajon hogy kéne bevezetni ezt a videót? Mindig úgy kezdem, hogy ebben a videóban azt fogom bemutatni, de ez már unalmas. Mondjuk kezdjük úgy, hogy hú, de megtetszett ez a szék, és üljünk rá. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban ismételten egy érdekességet fogok nektek bemutatni, és ne kérdezzétek, hogy miért repültem most ide fel. A mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudtok lényegében bárhova leülni. Itt ez a szék, jobb klik, és látjátok, ülünk rajta. Nyilvánvalóan, aki kicsit jobban ismeri a Minecraftot, az már egyből levehette, hogy én egy láthatatlan lovon ülök, ugyanis jobb alul ott jelzi ki a szíveket, ugye a lónak az életét. Hát igen, ezt nem lehet eltüntetni, és ugye shift tel lehet leszállni erről a székről. Nyilvánvalóan kérdezhetitek, hogy ennek mi az értelme, miért mutatom ezt be, ugye ahogy az eddigi egy parancsos, command blokkos videóim miért készültek el. Ugye nyilván lehet mondani, hogy ez egy hülyeség, fölösleges erről videót csinálni. Viszont én úgy vagyok vele, hogy ha valaki például a barátaival játszik mondjuk egy LAN szerveren, vagy tök mindegy, hogy milyen szerveren, tehát ahol ők a tulajok, akkor ott ezt meg tudják valósítani, esetleg egy kis kiegészítésnek szolgálhat ez az egy-két command blokkos parancs. Tényleg csak ezért mutatom be, hogy valaki tudja használni. Egyéb oka nincs. Szóval a mai idézőjelben alanyunk az egy ilyen leülős parancs. Ugye most előbb megmutattam a széknél, most megmutatom, hogy hogyan kell egy ilyen helyet nekünk megcsinálni. Egyébként teljesen mindegy, hogy mit raktok le, tehát az elején építhettek magatoknak bármilyen trónt, vagy teljesen mindegy, hogy mit. Próbáljátok úgy csinálni, hogy pont középre tudjatok beülni, mert ugye kettő blokkot nem tudtok egyszerre elfoglalni, csak egyet, tehát próbáljátok úgy építeni, hogy hogy ténylegesen ide középre le tudjatok ülni. Oké, okay, ne szóljatok be a trónomra, ez így tökéletes. Hívünk is lesz szokásosan magunknak egy command blockot, ugye give a játékos neved, Minecraft command block, és írjátok mellé, hogy egy, ez szépen kiadja. És ami nagyon fontos, hogy ott van a leírásban a parancsoknak a linkje, és onnan, ha jól tudom, akkor az elsőt, igen, az elsőt válaszátok ki, kimásoljátok Ctrl-C, és most jön a lényeg, ugyebár. Szóval, ide szeretnénk mi ülni. Ahhoz azt kell, hogy mi ez alá a blokkkal elberakjunk egy command blokkot. És beleírjuk az első parancsot. Itt rányomjuk, hogy always active, done. És le is spawnolta nekünk ezt a láthatatlan lovat. Amelynek következtében ide roható nem tudunk lerakni egy blokkot. És most azt kell csinálnunk, hogy set blokkkal kitöltjük ezt, a, ezt az egyetlen blokkot. Tehát setblock, ide három darab ilyen hullám, vagy nem tudom mi ez, és szépen beírjuk ennek az idéjét, ami a 98, öm, akkor nem az idéjek kell, hanem a neve. Beírjátok, hogy Minecraft Stone Brick, és akkor ezt nektek ki is tölti, illetve ide egy fél lapot kellene lerakni, hogyha nem engedi, már pedig nem engedi. Az pedig a Stone Slab. Majdnem. Jó, hát nem rakja be nekünk a normális Stones szóval ez marad. <laughs> Mindegy, így is, így is azért ö, hasonlóan néz ki, mint eredetileg. És ha bemegyünk Game Mode 3-ba, akkor láthatjuk, hogy itt van nekünk ez a ló, ami szítnek van elnevezve, ugyanúgy, mint itt. Ugye bár hát ott pedig kettő teszt, ami nem igazán sikerült, de nem baj, tehát itt van egy ló, és erre fogunk most ráülni. Így, igen. Most tökéletesen be van állítva, azonban fogok nektek mindjárt mutatni egy olyat, amikor nem pontosan azon a helyen ültök, ahol szeretnétek. Ekkor viszont el tudjátok tépézni, úgymond a lovatokat, és ezzel így be tudjátok állítani, hogy ténylegesen hol szeretnétek ülni. Tehát, hogy mondjuk például ide lerakok egy ágyat, ugyanis az ágy szélére is le tudtok majd ülni ezentúl, azonban szerintem aludni már nem lehet, hogyha ugye leraktátok ezt a command blokkot. Uh, mondjuk hol legyen, legyen itt, legyen itt az ágy, és nagyon fontos, hogyha nem szeretnétek, hogy itt maradjon az a command block, akkor picit gyorsnak kell lennünk a kiütésnél, tehát hogyha beírjuk ezt, itt rájunk, hogy always active, és már ki is ütjük a blokkot, viszont ez most nekünk nem nagyon sikerült, szóval ez, ez így itt marad. Ezeket ugye ugyanúgy be lehet fedni, tehát amit előbb mutattam, set block és grass. 1, 2 és 3. És szerintem még ide is lehet, tehát már mint az ágy alatt is lehet a set használni, csak most mi nem fogjuk. Ráklikkelünk, akkor nem, látjátok, hogy nem pontosan ülünk az ágyon, és érdekesen mozog a karakterünk. Az igen. Erre ott lesz a harmadik sorban, vagy hát a harmadik részen a parancs. Ugye fogjuk, ezt bemásoljuk, és az elejével ne foglalkozzunk. Itt a három darab ilyen hullámvonal az, ami nekünk érdekes lesz. Ugye most látjátok, hogy lényegében a levegőben ülünk, a koordináták pedig úgy vannak, hogy x, y és z. Tehát, ugye mivel ez az y tengelyen helyezkedik el lényegében, ezért azt kell nekünk mozgatni, nyilvánvalóan lefelé, tehát azt kell írnunk, hogy mínusz, és mondjuk egész egy, tehát hogy mínusz pont egy, mert ugye a nullát ezt nem kötelező kiírni, és akkor ilyen kicsi léptekkel, de lefelé haladunk. Szerintem még egyet simán mehetnénk lefelé. Igen, valahogy így jó lesz. És akkor látjátok, hogy így ülünk az ágyon és tudunk hátrafelé is menni. Nyilvánvalóan az pedig a Z tengely. Tehát azt hiszem itt is mínusz egy, minusz egész egy lesz. Mondjuk, ha középre szeretnénk ülni az ágyon, akkor, akkor nagyjából így ennyi elég lesz. És tudjuk még forgatni is ezt a lovat. Tehát, hogy elméletileg most megfordult 90 fokkal, ahogy látjátok. Tehát, hogy így ülünk alapvetően, hogyha elfordulunk, akkor pedig kicsikét bággol az, az egész. Azt hiszem ez egyszer működik. Többször így már hibát írt ki, nem baj. Nem. Ahogy láttátok, itt most átírtam, hogy 180 fokos legyen, és akkor most ide átváltott szépen nekünk. Ez a sima ülés. Oké, okay, akkor állítsuk vissza a nullára mert nekem azért csak így tetszik. Tehát úgy tudjátok eldönteni, hogy jól állítottátok-e be ezt a rotation hogy hogyha mozogtok így, akkor nem igazán mozdul el a karakter, viszont hogyha elnéztek nagyon, akkor a feje így kitörik lényegében. Szóval ja, ez így, ez így, működik. És tényleg igazából bármire fel tudtok ülni, például mit tudom én, legyen egy ilyen kapu. Szóval akkor rakjuk is le ezt a command rá ezt a fenc-t, és akkor mindjárt rá is ülünk. Ugye beírjuk ezt. Hát igen, hogyha ügyesek vagytok, akkor ki tudjátok ütni a command blokkot. Én nem vagyok olyan túl ügyes. És akkor ráültünk erre a kis kapura. És ugye nyilvánvalóan, ahogy előbb mutattam, ezt lehet korrigálni. Tehát most nekünk megint az y tengely kell, tehát mínusz egész egy, és mondjuk így kettővel, hát mondjuk lehet, hogy elég csak egyel, így ez így tökéletes, és akkor még a zén állítunk, mondjuk mínusz egész egy. Hát nem, azért nem kéne kettő, csak egyszer. Oké, okay. és ez így működik is. Szóval, srácok, köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha esetleg tetszett, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkal. Én fogok továbbra is ilyesmi témájú videókkal készülni nektek. sziasztok!